Advent negyedik vasárnapján kerékpáros ügyességi pályával várta a gyulai rendőrkapitányság a kisgyermekeket, valamint szüleiket a világóránál. A rendőrség nagyon fontosnak tartja a balesetek megelőzését, ezért felhívták a kerékpárral vagy kerekes járművel közlekedők figyelmét a téli időjárási viszonyokra. Ez a rendezvény Advent negyedik vasárnapján került most ugye megrendezésre. Szerettünk volna egy kicsit az állampolgároknak is kedvezni, mint a gyerekeknek, mint a családoknak, a nagyszülőknek, hogy egy kis időt együtt töltsenek. Gyulán itt nagyon nagy múltja van a kerékpározásnak, ezért egy kerékpáros ügyességi pályát építettünk meg, amin gyerekek együtt vagy külön tudnak elmenni szülőkkel vagy a nagyszüleiekkel, és természetesen, ha aki ezt a pályát teljesíti, ajándékot kap. Mindenféle olyan eszközt, ami ugye a láthatóságot növeli. A gyermekek az ügyességi pályán többféle közlekedési eszközt is kipróbálhattak. Ilyen volt többek között a kismotor, a roller és a különböző méretű biciklik. Megváltozott útviszonyok, valamint időjárási körülményekhez igazodni kell a járművezetőknek is, úgy, mint a kerékpárosoknak és az autóvezetőknek is. Ugye lepárásodik az autó, csúszik az út, és szeretnénk, ha itt egy kicsit ügyeskednének a résztvevők, és megtapasztalnák, hogy milyen is az, hogyha mondjuk megcsúszik egy kicsit a jármű. Fenesiné Markovics Nóra elmondta, idén rendezték meg a programot első alkalommal, de nagy sikert hozott, így az sincs kizárva, hogy jövőre is megtartják.